Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden. Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba. Nem vándorolnak ki. El lehet menni Magyarországon. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni. Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak. Ezek szerint megint megörököltem a Palis státuszát. Tehát a mai témánk az Dél-Amerika lenne, és azt Léci, Marcel, mondjál pár szót magadról, hogy te hogy kerültél Dél-Amerikába, honnan tudsz bármit is Dél-Amerikáról? Jó, azt tök jól kezdem. Én félig uruguayi vagyok, anyám uruguayi, és valójában én Magyarországra kerültem. Anyuka vagy apuka? Anyám uruguayi. Okay. Ott kezdtem az iskoláimat, minden, és én valójában Magyarországra kerültem, nem oda, hanem tehát 8 évesen kerültem Magyarországra. Aha, és akkor nem is tudtál magyarul rendesen? Nem, hogy rendesen, betűcse. Júliusban érkeztünk, szeptemberbe beraktak az iskolába, hogy tanuljak meg. És így, igen. Mert hogy otthon nem volt szó magyarul semmi. Nem, annak ellenére, hogy apám magyar, ugye, de hogy ez valahogy kimaradt. Sőt, tehát olyannyira, hogy itt is nagyon sokáig spanyol volt az otthoni nyelv. És aztán egyetem után csináltam egy doktorit latin-amerika történetéből Szegeden, az otthoni doktori iskolában, és egy ideig tanítottam Szegeden az egyetemen, aztán most meg a spanyol hírügynökségnek vagyok a budapesti tudósítója, most már az elég régen. De hogy Budapestről tudósítasz a spanyoloknak, vagy a spanyol nyelvi dolgokról tudósítasz Magyarországnak? Tehát kázi, mint az AFP tudósítója lennék, hogy az épp, vagy az BBC, vagy a mit tudom én. Aha. Mert ugye azért kerestünk meg téged, mert föl az utóbbi hetekben itt kering egy hír Magyarországon, Dél-Amerikáról, hogy Ecuador, jól mondom, hogy Ecuadorban most úgy sikerült, úgy sikerült békét teremteni, hogy az ország 2%-át börtönbe zárták, és ezzel kvázi másfél év alatt sikerült azt elérni, hogy a bűnözés kezelhető keretek közé szorult, és ezt a modellt most úgymond istenítik, hogy ez milyen jó modell, eltekintve attól, hogy a börtönbe zárt 2%-nak a 30%-a azért ártatlanul van börtönbe, és bíróítélet nélkül vannak börtönbe. Hát, hogy a csuda tudja, hogy mennyi. Igen. Azt ugye nem tudjuk, hogy mennyi. Tehát, hogy kvázi ránézés, hogy... És nyilván nem ez az egyetlen jelenség Salvadorral kapcsolatban, hogy ez egy furcsa elnök, egy furcsa politikával, aki bevezette a kriptovalutát, mint nemzeti fizetőeszközt, szóval egy csomó olyasmi intézkedése volt, ami, hát hogy mondjam, eltér a megszokottól, még a latin-amerikai megszokottól is, nem? Igen, illetve annyira nem is, mint amennyire gondolnánk, hogy eltér. Tehát, hogy Salvadorban ugyanaz zajlott le, ami mondjuk Chileben nem olyan rég, meg más országokban is, hogy volt ez, amit még ráadásul meg Európában is tapasztaltunk, ugye ez a tradicionális pártok kiégése, azoknak a népszerűségének a nullába zuhanása. Egyfelől másról egy rettenetes korrupció volt az országban, ez mindig segíti ugye az új politikai erőket, akik tisztának tűnnek, és tisztának állítják magukat, amikor a választásokon, és hát így tudott nyerni ez a pasi, igen, aki táncol, énekel, egy ilyen hátraforított baseball sapkában tart ezeket, beszédeket, meg ilyesmi, és hát úgy tűnik, hogy hát igen, ez az egyéves, vagy másodéves intervallum azért sikerült azt elérnie, hogy elvileg felszámolta ezeket a bandákat az országban. Csak hát, ahogy mondtátok is, ennek azért nagyon, nagyon, nagyon sok
hogy mondjam, hogy mondják ezt, amikor így a... Hogy, nagy az ára. Igen, meg egy ilyen hasábok hullottak, tehát hogy nagyon sok embert ártatlanul lecsuktak. Tudod, most a költészet napja volt, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Ezt akartam mondani, köszönöm szépen. Kitáltat. Na mindegy, szóval, hogy ez is, és hát már most... Tehát ez a dolog, ez nagyon friss. Tehát hasonló programok voltak már a 60-as évektől Latin-Amerikában, hasonló próbálkozások Mexikóban, nem tudom, 20 éve próbálkoznak valami hasonlóban mindenféle eredmény nélkül. Ez most teljesen friss, tehát másfél év, nem tudjuk mi lesz. Tehát megépített ezt a őrületes börtönt, ahol a 60 balány ezen ember fér be, amit szerintem lassan tele is lesz. És közben meg az a kérdés, elkezdődött már egy olyan, még miközben 80% körül van a pasi támogatottsága, mert hogy tényleg egy rettenetes helyzetet számolt föl, de már elkezdődött annak a, elkezdődtek azok, megjelentek azok a felvetések a civil szervezetek részéről, amelyek azt mondják, hogy igencsak túllőtt a célon, tehát nagyon sok ártatlan ember került a börtönbe, nagyon kemény a mindenféle erőszak szervezeteknek a fellépése, és hát mindegy, van még egy csomó minden más is, de hogy nem tudom, hogy akartok-e valamit. Jó, hát nyilván még szó lesz róla egyébként összecseng a mai az hírrel. Az, hogy Belarusban ugyanez történt. Egy ilyen tisztogatós, hogy Belarusban ugyanez történt nem olyan nagyon-nagyon rég, hogy ezeket a bandákat megszüntették egy ilyen elég éles váltással, és aztán utána, meg most az van Belarusban, mi van? És hogy ilyen jó fejelnök, meg aki rendet teremt, meg tisztaságot hoz egy állati erős korrupciós országban, ilyen is van Európában, aki tök szimpatikus. Én nem értem, amit mondasz, Ági. Én értetem, hogy Belarus. Szóval, hogy ezek Európában is néha előfordulnak, és hogy az a kérdés, hogy aztán mi történik. Igen, persze ez a kérdés, hogy mi történik, és az esetek nagy részében ezek a programok, hogy ezek az ilyenfajta felépések valójában nem hoznak eredményt tartósan legalábbis. Hogy átfordulnak valami másba. Azt tudjátok, hol történt? Ez Afganisztánban csinálták meg az amerikaiak, hogy elképesztő mennyiségű embert zártak össze, és tulajdonképpen az Al-Qaidának, ha jól emlékszem, ez lett az egyik meleg ágya, ez a kezdőpontja. Hogy ott elkezdték kiképezni egymást, átadni az információt, a tudást, a technológiát. Ez itt mi nálunk is így van. Egész engem az izgat a legjobban, hogy amikor egy ilyen, azért van egy pozitív hozadék mellett, van egy iszonyatos negatív sztori, hogy az kvázi meddig takarja el a pozitív történet ezt a negatív részét, tehát azt a részét, hogy ártatlan embereket is börtönbe juttatnak, és hogy miért van az, hogy a világ egyik felén ez pozitívumként hozzák föl, hogyha ezt Magyarországon csinálják meg, akkor már ugye egy kicsit már negatívabb, mert most azért valójában őszintén, hogyha ha Magyarországon egy kicsit is ez lenne, akkor azért már sokkal hangosabb lenne a közönség. Tehát mi messze nem tartunk ott, hogy Viktorunk ez így lépjen föl az otthoniakkal szemben. Igen, de a kiindulási pont se olyan, mint ott. Tehát, hogy nem volt ekkora a bűnözés, vagy nem volt ilyen a... De én általában értem. Tehát az, hogy most tegyük fel, ha a sajtószabadságot nézzük, ha akár a melegek helyzetét nézzük, tehát ha bármit nézünk, és hogy azért, hogy elérjen egy célt, egy pozitív változást, amit ő annak gondol, hogy pozitív, tehát nem az, hogy én szerintem pozitív, ő annak gondolja, én azt hiszem, hogy amikor a meleg ügyet ő kezeli, ő azt gondolja, hogy ez a helyes út, és ő azért csinálja ezt a hülyeséget, amit csinál. De ezt nagyon kritikusan nézi ugyanaz az embertömeg, aki meg pozitívként és szinte fölemeli az El Salvadori projektet. Hogy ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy ugye persze ez egy program, ami nagyon látványos, és tényleg, olyan, mint hogy eredményt hozott volna, de hogy amíg létező valamennyi ellenzéki vagy független sajtó Salvadorban meg a környező országokban, azért arról írnak, hogy emögött nagyon sok alkú volt, amit a Bukele kötött ezekkel a bandákkal. Tehát, hogy nem fogja őket bántani, tehát hogy az egész már is nem olyan szép, és már is. És nagyon sok ember fordult már például a különböző civil szervezetekhez azzal, hogy az egyik családtagját ártatlanul csukták le. Tehát, hogy már kezdődnek ezek a
ezek a felhők gyülekeznek, és ez szerintem rövid időn belül nem lesz már ilyen népszerű ez az egész. Amint, tehát, hogy addig népszerű, addig jó, amíg nem érint engem, valami ilyesmi. Nem. Az a reformokkal is szokás, hogy addig szeretjük a reformokat, amíg minket nem érintenek. Hogy csak azt akartad nektek mondani, visszautalva Magyarországra, mert onnan indultál ki, Kristóf, hogy átküldtem már nektek egy hírt, hogy 55 milliárd forintért épül egy új börtön Magyarországon is egyébként, a román határnál. Nem mondják meg, hogy hány férőhelyes lesz, de úgy tűnik, hogy hát 55 milliárdból azért ottan elég nagy tudtot lehet építeni, és ha ezt hozzátesszük azt, hogy egyébként Magyarországon az elmúlt 33 évben nem ültek annyian börtönben, mint idén, akkor mindjárt közelebb kerül ez a két állítás egymáshoz. Hát nyilván, amikor a bolti lopásért le lehet ültetni valakit, akinek nincsen, tehát közmunkából él, és nem tudja megvenni a kenyeret már másnap, az végül is tele van a börtön, igen, ilyenekkel is. Lehet, hogy amúgy a példám az rossz, lehet, hogy rossz példákat soroltam az előbb Magyarország kapcsolatosan, mert ugyanez a belenyugvás. Tehát az, hogy ahogy jól mondta a Marcel, hogy amíg őt nem érinti, addig nem probléma, hogy mindenkit lecsuknak, de ez ugyanúgy igaz Magyarországon is, hogy amíg a tanárt nem érintette az, ami az ápolókkal történt, addig nem állt ki az ápolókért. Most, hogy az ápolókat nem érinti az, ami a tanárokkal történik, így az ápolók nem állnak ki. Tehát ez azért Ez egy tipikus emberi tulajdonság sajnos, hogy a franciák az annyira nem jellemző, nem. De... Kérdeztetek-e valami tök általánosat Latin-Amerikáról? Hát próbáljuk meg. Igen. Hogy miért van az, hogy ott alakultak ki ilyen furcsa rezsimek, amik átcsapnak a maffiából az államba, aztán vissza, hogy nem tudok szinte olyan országot említeni onnan arról a kontinensről, ne lett volna valami ilyen kuplerája az elmúlt, mondjuk a második világháború óta én azt követtem jobban, de lehet, hogy már előtte is ilyen furcsa hely volt, hogy erőszak, hogy kábítószer, hogy rezsimek, hogy ez miért sajátja Latin-Amerikának? Tehát itt gyakorlatilag vissza kell menni a függetlenségig, tehát amikor így elszakadnak Spanyolországtól, és ott tehát egy gyarmati rendszerből gyakorlatilag az összes latin-amerikai ország egy félgyarmati állapotba került, tehát akkor úgy kapcsoltak be a világpiacra a különböző országok, hogy általában, tehát pláne Közép-Amerikában, ezek mind ilyen monokultúrás országok voltak. Kávé, gyapott, cukornád, levéltető, vagy milyen ez a ruhafestő, indigó. Igen. Egy kis kokai mellé, igen. Az később jött, igen. De hogy... Nárkoszba ez azért olyan szépen kinek. Igen, ezt akartam mondani, hogy a Nárkosz kapcsán azért mindenki egy picit Latin-Amerika szakértő, azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy nagyjából. És hát... És a 19. század végétől meg az USA érdekszférája lett Latin-Amerika, és mondtok ezzel, meg neki nem volt érdeke, hogy nagyon stabil, fejlődő, nagyon gazdaságilag fejlett országok vagy hatalmak jöjjenek létre. Ez nagyon leegyszerűsítve, természetesen minden országban más és más, és Latin-Amerikáról általában beszélni az pont olyan általánosítás és olyan nehézkes, mint Európáról, tehát Svédország. De Európáról, igen, persze. Nem mindegy, hogy Bolíviáról beszélünk, vagy mit tudom, Uruguayról, ami gyakorlatilag egy európai ország, és sincsen kint, csak fehérek lakják, meg teljesen mások a második társadalmi berendezkedés, de hogy igen, szóval, hogy nem, ez is, és ez a politikai instabilitás, ez gyakorlatilag mondom, az 1810-től, mondjuk, hogyha onnan veszük, hogy általában országok nagy része akkor függetlenedett, 2023-ig tart. De akkor fölmerül a kérdés, nem, hogy ez a függetlenedés, ez akkor most pozitív vagy negatív Magyarországot? Nem tudom, hogy mióta tekintjük független országnak például, de hogyha lehet azt mondani, hogy a rendszerváltás az egy ilyen függetlenedési pont, azért az elmúlt 30 évben nem feltétlenül azt lehet érzékelni, hogy egy ilyen erős, jól kialakuló valami jött létre, hanem hogy egy ilyen instabil szar, amiben egy autokrata vezető tud jól érvényesülni, tehát hogy ez is egy ilyen fajta függetlenedési valami, nem? Azért volt abban egy felívelési pont szerintem azért a magyar független, tehát az első 15 évet én aranykornak éltem meg, ameddig ott voltam. Tehát, na persze, akkor még fiatalok voltunk. Lehet, hogy azért igen.
Hát egyrészt meg ez Magyarországon jellemző, hát a csehekre ez például nem jellemző, vagy tehát legalábbis nem ennyire. Tehát, hogy ez... Igen, meg a Szlovákiára sem. Igen, igen, igen. Ez valahogy nekünk szerintem ez a vérünkben van, hogy is szeretjük a jó dolgokat úgy elcseszni. Tehát... Ezért már egyszer valaki el kellett, hogy menjen Magyarországra, amikor ezt mondta, hogy ez a vérében van. Ezt nem is szeretem hallgatni. És aztán egyedül kellett meghalni a Kanadába. És a Bolívia, az, mert mondta, hogy ez tiszta európai ország, ez gazdaságilag Uruguay. Is? Nem, Uruguay. 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 Az gazdaságilag is, vagy... Abszolút, sőt, Uruguay a pillanatnyilag a sajtószabadsági világranglistán 10-valahanyadik, a szabadsági jog tekintetében is benne van a világon az első 20. Tehát, hogy egy Uruguay mondjuk itt tényleg egy majdnem, hogy kivétel Latin-Amerikában, Kosztarikával együtt, meg néha Chile, néha Argentina is ilyen, de hogy... Hogy ezekben az országokban mi a közös? Hogy szorosabban kapcsolódtak a függetlenség után az Atlanti-óceánon keresztül Európához a kereskedelmi révén. Nagyjából ez Chile úgy tűnik, hogy mintha kivétel lenne, de ott a Hornfokon keresztül meg, szóval, hogy meg az, szóval, hogy valahogy kivétel. A kereskedelmi mégis. Kapcsolat ennyire? Hát igen, illetve másik a fontos tényező az a migráció, ugye, tehát ugye a 19. század végétől hát Argentina, Uruguay, Brazília is, meg Venezuela, Costa Rica, azok az országok, amik közebb vannak, ahova Európából könnyebben átértek az emigránsok, elsősorban olaszok, spanyolok. Hát azok modernizálták ezeket az országokat, igen. Még akkor is, hogyha... Akkor kellene migráns Magyarországra, azt mondod? Fejlettebb helyről kéne, hogy jöjjenek a migránsok ahhoz, hogy valami jó történjen, ott erre gondolsz? Valami ilyesmire gondoltam, igen. Mert Izraelben valami hasonló történt, hogy olyan migráció, erős migráció jött Európából, vagy Amerikából is, ami itt azért csinált egy ilyen vérpesdítést, és ez az, ami Kelet-Európában ritkább, hogy oda migrálódnak, míg mondjuk az 1800-as években faszaság volt elmenni Magyarországra, vagy sőt, az 1700-as években meg még pláne. Nem, csak azért az izraeli migráció is érdekes, mert most elég nagy belpolitikai feszültség van ebből a úgy kvázi az nem ős... Nem a migrációból. Nem úgy, hanem az ős lakosok, tehát a arab származású, vagy zsidók, igen. És az Európából oda csöppenő zsidók között. Nem? Nem, de bár? Ugye bár? Tehát, hogy most pont Netanyahu pont ezt ebbe nem, a csapdába. Nem, én ezt nem így... Nem. Nem? Nem, én azt gondolom, hogy a Netanyahu egy olyan csapdába esett bele, hogy egy olyan koalíciós dologba ment bele azért, hogy egy ilyen, tehát Izrael történetében először van szuper jobboldali kormány, tehát ennyire soha nem nyerte magát túl a jobboldal, aminek nyilván megvan a sztoria, hogy ez miért alakult így, és olyan tehát olyan kompromisszumokat kellett a Netanyahu-nak ehhez kötnie, hogy ő maradhasson ennek az egésznek a feje, amiben most itt nörlődik, mert azok egy kicsit azért szorongatják az ő tökeit. Én inkább így értékelném, szóval nem úgy, hogy ami politikai harc, hogy hol lehetnek telepek, vagy hol nem lehetnek, szóval megtámadnak egy országot, és az visszaveri a támadást, és cserébe elfoglalt területeket, arról lehet sok mindent mondani, de azok az övéi azért. És akkor azon belül, hogy most hol épül, hol nem épül, szóval még nem történt semmi. Tehát ez nem hasonlít szerintem erre. Mert nekem a szomszédom az brazíliai hölgy, aki Brazíliából ment hozzá egy turista angol pasihoz, és került Angliába. És aranyos volt, mert most mondta, hogy intézi az olasz állampolgárságot, mert hogy a papa az Olaszországból második világháború után ment ki. Persze, és automatikusan adják a spanyolok olaszok az állampolgárságot. Én olasz állampolgár vagyok én is, mert anyám ágán, tehát olasz migránsok leszállnak az ott vagyok. Mindig viccelődünk, olasz hogy... migráns, aki uruguayi. És magyar. Igen. Te hármas állampolgár vagy? Aha. Igen. Wow, sose találkoztam még senkivel, aki hármas állampolgár. És mi az identitásod, magyar vagy uruguayi vagy olasz?
nem, általában azt szoktam mondani, hogy ez olyan nagyon nem érdekel, tehát, hogy ez, de tényleg, tehát, hogy ez nem olyan érdekes. Lehet, hogy azért, mert ennyi kötődésem van, vagy ilyesmi, de hogy nem ezt egyáltalán nem tartom számon, és nem. Azt szokták kérdezni, kinek drukkolnék egy uruguay-magyar meccsem, de hogy nem szeretem a focit, úgyhogy megvan még az a válaszom. És kézilabdába? Jó, persze, nyilván, mert nem tudom. Tehát nem nincs, tehát nem lelkesedem így ilyen dolgokért. Nem csak, hogy ez eléggé ellent mondanak, amikor van egy ország, amiben van egy kisebbség, és akkor annak szeretünk drukkolni, mondjuk a derdákéknál sokszor szó van az okszitán kultúráról, meg erről, hogy az milyen jó, hogy van ez, meg hogy őrzik a hagyományokat, meg nem, de másik oldalon meg tök globalisták szoktunk lenni, hogy milyen jó az, hogyha nem kell definiálnod magadat így vagy úgy, vagy amúgy én is nehéz helyzetbe érzem magam, amikor meg kell mondom, hogy most én mi vagyok igazából, mert ember, de hogy ezen túl mit tudom én, de hogy ez olyan érdekes, amikor ebbe a két dologba egyik pillanatban ezt érezzük, hogy mink ilyen európaiak vagyunk, másikban meg azt, hogy mégiscsak azért az a matyó hímzés az nem akármi. Vagy tök mindegy, vagy az okszitán farsang, vagy a... hogy hol igen, van a helyes... Itt Anglián is ez tökre csípem most, hogy például, hogy próbálják ezt a velszi nyelvet újra éleszteni, a velszi kultúrát, és ahhoz képest, hogy ez ilyen pár tíz éve indult el, ahhoz képest elég nagy léptéke haladnak. Tehát most már a lakosság, állítólag a lakosság 20%-a már beszéli tehát a velszi lakosság 20%-a már beszéli a velszi nyelvet, mennek a tévéműsorok, és vicces, hogy nézed a BBC az angol filmet, és a velszi filmet, és feliratozni kell, mert abból egy angol, egy kukkot, tehát egy kukkot nem érted, ugyanaz, amikor skótok. Tehát. Ugye ezzel szemben, ez Latin Amerikában meg pont fordítva, mert van egy elképesztően közös nagy kultúrkincs ebből a nyelvből, nem? Ja, azt nem is mondtad, tehát az valami, tehát hogy pláne Közép-Amerika, tehát hogy ránézve a térképre, és ugye, de ezt erre még nem adta a történészek, meg politológusok valami érvényes választ arra, hogy miért így alakultak ki ezek a határok, meg egyáltalán miért vannak ott határok. Hát, ezek ilyen fél magyarországi mini államok. De hát, hogy mondjuk vannak régiók Latin-Amerikán belül, tehát mondjuk az andoki régióban hasonló, meg a déli kúp, ugye ez biztos hallottátok, de ott főleg Argentina, meg Uruguay, ez gyakorlatilag két ugyanolyan ország. És hát ezek gyűlölik egymást a legjobban. Tehát mindenben ugyanolyanok, de mindenben ugyanolyan. Tehát tangóznak, fociznak, marhahúst esznek, spanyol beszélnek, katolikusok, olasz és spanyol szemezősök, és egy, tehát hogy így. Szóval, hogy ez ilyen tök abszurd dolog, azt gondolom, igen. Mert mondjuk a Balkánon az ember érti, vagy legalábbis tud valami fajta magyarázatot adni. Meg tudja magyarázni egész pontosan, de hogy ott nem. Na mindegy, szóval, hogy ezek igen fura dolgok. És akkor persze mindketten utálják a brazilokat, de hát... Jó, azt legalább értjük. Azt érted. Nem beszélik a nyelvet. És ez az, hogy ennyire, tehát az is nekem, az már még az előző próba, amikor próbáltuk az előző felvételt, hogy elkezdtem pedzegetni, hogy ami nem fél a fejembe, hogy például Argentínában is, hogy ilyen gazdasági rotty mellett, hogy képesek mégis megélni, és ahogy mondod, hogy európai életet próbálnak élni olyan körülmények között, ami mindennek nevezhető, csak nem európai. Tehát az, hogy egy tanári fizetés $5, és nem tudom, mi az Argentínában pezó, vagy mi, ott nem tudom, milyen valuta van. Igen, és akkor mellette fut ugye a dollár, már lassan hivatalos fizetőeszköz, és akkor vannak boltok, ahol már minden dollárba van kiírva, nem pezóba, de szerencsétlen tanár megkapja, és akkor megkapja a fizetését, ami reggel még tegyük föl $5 ér, de lehet, hogy délután már csak 4,90-et, és mégis égnek a lámpák, mégis működik valamilyen szinten a gazdaság, tehát ez számomra ez megmagyarázhatatlan, még úgy is, hogy azért én éltem a szocializmusba is, és voltam például a szocializmus alatt Romániába. Az sem volt megmagyarázható, hogy miért? Hát ehhez képest
Igen, de simán. Ott aztán összekötötték a kezüket cukorspárgával, és agyonlőtték őket egy szép napon. Tehát... Igen. Hát igen, mondjuk Argentinában meg a diktatúra. De hogy ez máshol nem történik. Igen. Csak hogy, hogy képesek erre? Tehát, hogy ez hogy... Tehát, hogy nem... Hogy, hogy... Hát a városi lakosság, tehát a városokban nyilván nagyobb, tehát több a pénz. Tehát, hogy Buenos Aires egy... Tehát, sétálsz Buenos Aires belvárosában, sem, mint hogyha valami dél-olasz városban lennél. Tehát, hogy ugyanolyan pergő, hangulatos, minden, tehát, hogy tele vannak az éttermek, kocsák. Vidéken... Vidéken ugye olcsóbb az élet, és akkor minden latin-amerikai országban iszonyú erős ez a, ez a szürke gazdaság, amelyik ilyen cserén alapul, így szerzed, meg úgy szerzed, és ez rettenetes korrupció, egymás közti függések, tehát, hogy, és akkor azon alapul az egész gazdaság, és így valahogy az emberek tudnak én, de hát ez persze, ez, tehát most éppen Buenos Airesben megint robban a bűnözés, a szegénységgel kapcsolatos bűnözés, és tehát tele van a YouTube, meg mindenféle TikTok, meg ezek, ezekre a videókkal, hogy, hogy simán, tehát sétálsz az utcán, és tudsz ilyet filmezni, hogy hogy szóval, hogy most, most rettenetes. És Argentina esetében meg az egész azért különösen kemény, mert egy olyan ország, aminek mindene van. Tehát, hogy tényleg mindene van. Tehát az ásványanyagoktól kezdve a mezőgazdasági területei, halászat, turizmus, tehát, hogy, és olyan a Perón óta annyira képtelenek kijönni ebből a körből, hogy, hogy egész egyszerűen nem tehát nincs megoldás. A korrupció megeszi a reformereket. Hogy a Magyarországon ez végül is az uzsora, nem? Ez a másodgazdaság, amit a... Hát igen, csak ez igazságtalanabb ez az uzsora, mint az a szürke gazdaság. A szürke gazdaságra meg Franciaországban most a poszthippi népség az ilyen abszolút vonzóságként tekint, amikor a csere kereskedelem a kisfalvakban. Ezt akartam mondani, igen, hogy most kezd divatba jönni, hogy csere van, és nem, igen. Hogy ez most egy divatos eszme. És szerint te meg azt látod, hogy az veszélyes. Nem, én nem látom, hogy veszélyes, csak mondom, hogy ez egy megoldás. Tehát, hogy már mint az ő helyzetükre. Ott, akkor adott pillanatban. Én csak ez is mai világban egy cserekkereskedő, tudom, amikor kiteszed azt, hogy a régi Opel C-kadettemet két tyúkra, egy kis tökre, és hogy valami cserélem. Tehát azért megvárni azt, mire befut valaki a C-kadettedért, hogy elvigye két tyúkért, azért az eléggé. Meg én azért látok egy, még egy nagy különbséget, lehet, hogy ez, hogy mondjam, a demagógia felé hajlik, és akkor hurrogjatok le. De biztos. De én nekem Puerto Rico-ban volt egy élményem, egy Star Wars bemutatót volt szerencsénk ott élőben követni, akkor jött ki az X valamelyik Star Wars, amit én nagyon szeretek, és elmentünk a premierre, és mondom, ez Puerto Rico, tehát ez tulajdonképpen Amerika. Háromszor szakadt el a film vetítés közben, az még ilyen celluloidos korszak volt, és hát egy francia moziba ilyenkor mondjuk a második perctől kezdve egy ilyen halk, és aztán egyre erőteljesebb húhogás van, hogy most már csináljon valaki valamit. Egy magyar moziba is azért úgy tapsolnak, meg nem tudom mi. Itt pakker mind a háromszor egy perc után olyan ordinári fiesta kezdődött. Valaki elkezdte dúdolni a dallamot, akkor valaki rákontrázott, akkor közben valaki fölpattant és elkezdett táncolni. Tehát közben van egy olyan elképesztő életigenlő, vidám hangulata az egésznek, ami nagyon más, mint itt. Az biztos, hát nézzek Kubát, szóval, hogy igen. Az a kubai vidámság az mennyire kirakadt? Tehát ez tényleg ennyire vidáman élik meg a nyomort, vagy ez csak úgy... Hogy lehet, hogy ezekben az országokban van ez az életvidámság, ott lehet csak megcsinálni ezt a fajta terrort, vagy nem? Hogy van egy alapvető életvidámság, és akkor abba belefér, hogy van egy ilyen erős kezű uralkodás. Hát nem tudom. És akkor az oroszoknál mi van? Ja. Itt is azért... Igen, ez ütött. Miért szerinted ők szerinted nem életvidámak az oroszok? Én nem tudom. Hát kibontanak még négy üveg vodkát, aztán is kelet-európaiak. Aztán lövöldöznek.
Már ugye most jött a hír, hogy, hogy egy dologban megelőztük Oroszországot, és Fehér Oroszországot is. Alkoholizmusban. Az alkoholizmus terén, igen. Tehát most ebben világelsők lettünk, tehát minden. Most is köztünk valamelyikünk alkoholista. Ugye minden negyedik magyar alkoholista, tehát igen, akkor azt jelenti, hogy most közülük... Valaki vállalja be ezt a szerepet. Elviszem, persze, nem érdekes. Ez ugyanaz, hogy amikor mondták, hogy, hogy most már lassan a világban minden én negyedik bevállalom, ember. Én bevállalom, hogy nő vagyok, onnantól érted, kezdve, onnantól kezdve, én mondtam a Ritának, meg volt a három gyerek, hogy Isten ments, hogy még egy gyereket szüljön. Én egy kínai. Szóval azt akartam mondani még, hogy, hogy azért Latin-Amerikát, tehát volt a 80-as évek és a 90-es évek elején Magyarországon, amikor kezdődtek a nagy Latin-Amerika kutatások, akkor volt egy ilyen, hogy megpróbálták összehasonlítani ezeket az ilyen félperifériás térségeket, és akkor nagyon sok összehasonlító cikk, meg elemzés jelentek arról, hogy, hogy mennyiben futnak ugyanolyan pályán ezek a az Európához itt a Balkán felől, meg akár magyarországi kötődő országok és Latin-Amerika, de én azt gondolom, hogy ezek az összehasonlítások szerintem azzal, hogy az Európai Unióban beléptek, ezek az országokat teljesen értelmet vesztették. Tehát, hogy nagyon nehéz összehasonlítani. Akár társadalmilag is. Tehát, hogy az, ami Salvadorban történik, az persze ilyen figyelem felhívó, meg ilyesmi, de hogy nehezen látom a párhuzamot Magyarországgal. És itt volt egy orvosbarátom a napokban, és vele beszélgettünk erről a problematikáról. Ő ugye egy sürgősségen dolgozó orvos, aki hát egészen máshonnan nézi a világot, mint mi. És akkor, amikor megkérdeztem erről a problémáról, hogy akkor az ország 2%-a börtönbe és a bűnözés megszűnt, akkor ő erre így megmondta a vállát, hogy hát figyelj, amikor hozzánk behoznak valakit, aki vérzik és nem kap levegőt, akkor ott nem nagyon kérdezünk. Vagy amikor valaki rákos, akkor ott sugárterápia van, és kemó, és nem tudom, és majd utána aztán beszélgettünk arról, hogy mi lesz a finomítással, de hogy az elején nem lehet megúszni egy ilyen durva shop terápia, nem ezt a szót használta, hanem azt mondta, hogy az elején nem finomkodunk. Na, tehát, hogyha hát 30% ártatlanul van börtönbe, akkor ez van, a kemó az egy csomó értékes sejtet elpusztít a testben, de ha szerencséd van, akkor az egész testet mégis meg lehet menteni, és az mennyivel jobb, hogyha át lehet menni az utca túlsó oldalára nélkül, hogy lelülnének. A társadalom egésze számára ez egy nagyobb haszon, mint a finnyáskodás. Mondom ezt egy első segélyes orvos. De én pont ezt próbáltam valahogy, csak lehet, hogy rosszul elmagyarázni, hogy ha most te Magyarországra ezt így rávetíted, és nem a te liberális fejedből nézel, hanem tegyük föl egy jobboldali buksiból nézed ezt, ő ezt ugyanezt mondja, tehát ő, előttük van egy cél, van egy vízió, hogy hová szeretnék ellögdösni Magyarországot, ami neked nem felel meg, meg nekem se felel meg, de lehet, hogy nekik megfelel, és ők azt mondják, hogy ebbe belefér az, hogy pusztuljon a férgese. Tehát, de mik ezek a félelmek, amiket, tehát annyira sok nem váltó műtétet végeztettek el a szülők Magyarországon a csecsemő gyerekeikkel, hogy ezt most egy ilyen húszárvágással így meg kell akadályozni. Ne. Ezek eszközök, ezek csak ahhoz eszközök. Nem, gondolom, arra gondol a Kristóf, hogy elitváltás, hogy egy lecserélni, ez egy igen. Cigánybűnözés, vagy mi? Szóval mi? Tehát mik azok a hívószavak, amikkel ez a rendteremtő erő tud? Érzem, tehát mit lehet rendbe rakni? Túl sokat, én is gyerekkoromban imádtam ezeket a régi fekete-fehér magyar filmeket, ahogy ott áll, ott szép kis zakóba, ott állnak a lépcsőn a falusi kis kastélynak az udvarán, és ott jön hozzá. De az a 150-ből egy állt ott a zakóba, az meg a hát 149, most, hát meg pucolta a csizmáját annak az egynek. De hogy ez milyen szép világ volt. Az érokonaim valószínű ezek voltak. De jó, de milyen szép világ volt, milyen jó világ volt, milyen fasza, és ezt próbálják. De ez most is így van. Hát nekik így. Hogy aki ugye a kölcsönt adja, amire az előbb utaltad Erdákot, az a különbség, amit mondtál, szürke gazdaság,
meg ebbe, hogy, hogy ott van egy kiemelt úr, aki osztja kedve kénye szerint az első éjszaka jogától kezdve szakajt vele mindent, amit annak idején a földes úr megkapott. A szürke gazdaságban meg az van, hogy, hogy cserekereskedelembe vagy, és kikapcsolod a pénzt, ami értéktelen, amiről megállapítod, hogy ez egy papírdarab, ezt a Harari már jól elmagyarázta, neked is, nekem is. Szóval, hogy ott... Tehát, hogy negligálod a központi hatalmat. Különbség. Ami rosszul vizsgázott, igen, és Latin-Amerikában is nagyon sok helyen rosszul vizsgázott a központi államhatalom. Csak azt hiszem, hogy Kelet-Európában nem volt sose akkora erő, hogy ezt negligálni merték volna. Hát, vagy a negligálásnak van egy ára. Meg nem volt akkora baj még Kelet-Európában, hogy ezt hogy ideig eljussunk. Tehát. Hát azért a háború után elég jól cserélgették az ágyneműt, meg az aranyat Libára, én úgy emlékszem a jó, tehát más baj volt, tehát azért a háború utáni baj azért az más, én azt más bajnak tekintem a háború utáni bajt, mint hogy tegyük föl egy politikai elitváltás miatt kialakult gazdasági helyzet, tehát hogy most az, hogy szar a forint, és elkezdett az euró belépni a forint helyére, ez nagyon lassú folyamat. Tehát annyira nem szar a forint, hogy ez most két év alatt itt lecseréljék, és innentől kezdve mindenki euróba beszélgessen, de fejben már mindenki euróba, szerintem Magyarországon már szerintem nem mindenki, de nagy részt már mindenki euróba gondolkodik. De nem a lisztet számolod euróba, hanem már a lakásoknak minden. Az értékét. És akinek nincsen lakása, és a lisztet akarja megvenni, az forintba számol. Tehát, hát az, hogy ez csak és ez egy nagy különbség, nem? Szerintem. Hát igen, a dédnagyám is csak egy ideig számolt pengőbe, aztán gyufába számolta. Mi meg szeretette gondolunk rá, hogy kölcsönadott a megfelelő időbe, és csak akkor kérte vissza, amikor már mindegy volt. Ami még izgalmas lenne nekem, hogy a spanyol nyelvtület felül mire kíváncsiak Magyarországról. Tehát, hogy mi az, amilyen... hogy te csak úgy gondolsz, hogy reggel is tudósítasz, hogy mi történt aznap, vagy ők föltesznek kérdéseket, hogy erről neked mi a véleménye, vagy te ezt hogy látod, és ha föltesznek kérdéseket, akkor milyen irányú kérdéseket tettek föl 5 évvel ezelőtt, 10 évvel, és most? Nem tudósító vagyok, tehát nem egy tehát nem tárcákat írok meg ilyesen, hanem tehát ilyen hírügynökségi dolgokat, tehát engem nem kérdeznek. A dolog úgy néz ki, hogy reggel föl kell, elküldöm, hogy mi várható aznap, és akkor megmondják, hogy mi, ezek közül mi kell. Figyelj, hát szerintem ezt mondom se kell, tehát Orbán most már világjel, tehát szerintem Orbán nevét egy chilei kisvárosban is, mert oda tudják tenni legalább Puskás mellé szerintem. Na hát akkor ez egy eredmény. Figyelj, mikor volt utoljára, mondjuk tőlem 90-es évek végén Kádárt, azt tökre kérdezték mondjuk Hollandiába a Puskás mellett. Tehát azt tudták. Igen, igen. Tehát azért akkor az Orbán mekkorát ment? Abszolút. Hogy Latin-Amerikába. Hát akkor Hungarikumként kéne őt valahogy eladni külföldre. Látszik, a pocak mérete az meghatározza ezt a dolgot. Hát mert látják, hogy jól táplált. És láttam, hogy sonka meg minden volt a húsvétkon. Na minden, és ezeken túl még ami szintén mind, a világon minden volt, tehát azt nagyjából azért egy Google keresésre tudom követni, hogy a nagyobb vagy fontosabbnak gondolt híreim hol jelnek meg, és az, tehát ami nagyon megy, az ugye az a meleg jogok, az megint csak mindenhol a világon. Hát nyilván most ez a NATO így, ez is persze nagyot ment. Szóval az, ahogy mondta a főnököm egyszer, hogy az a helyzet, hogy amíg Orbán vagy, akkor elég biztos a munkád addig. Akkor te tulajdonképpen Fidesz szavazó vagy? Most megmondhatod az árnyékot, nem annyira nagyon sokan hallgatják, hogy nem mondhatnád meg. Megjegyzem, jót ismertük meg egymást, de ez ennek... Most erre nem akartam, így külön gondoltam, hogy majd csak elég fölödni a labdát, te majd be... De az még egy másik, az nem ez a Viktor volt, az egy másik Viktor, csak névrokonok. Kicserélték az UFO-k. Igen, nem is hasonlít egymásra. Hát tényleg nem? Néztem egy videót nemrég, és nagyon nem. Igen. Te figyelj, de akkor azt lehet mondani, hogyha a meleg jogok rendben vannak, ha normális politikai elitje van mondjuk Magyarországnak, akkor nem is vagyunk érdekesek a külföldiek számára. Nem, figyelj, hát a szlovák kollégának gyakorlatilag nincs munkája.
Tehát van, hát illetve Prágából csinálja a régi Csehszlovákiát, és a Szlovákiáról alig jönnek. Tehát ugye persze, amikor tankokat adnak Ukrajnának, vagy ugyes, de hát hogy egy jó működő ország, az nem hír. Persze ezen kívül van egy csomó másfajta munka, tehát amikor itt forgat a nem tudom, a Banderász, akkor interjút kell csinálnom vele mindenképp, és akkor tehát megjelenik hát Magyarország, hogy áttételesen, persze. És érzed is a munkában, hogy 10 évvel ezelőtthöz képest sokkal több van, több cikk jelenik meg most Magyarországról, vagy 10 éve is sok cikk jelent meg, csak más jellegű? Hát figyelj, tehát 2010-ben akkor nagyon sok, hát de ez mondjuk ezzel nem mondok nagyot, tehát 2006 óta azért Magyarország elég sok hírt szolgáltatott. Szerintem is, hát igen, hát átalakultak a hírek. Tehát 2010-11-12-ben még arról volt szó, hogy ezek a csúnya reformok, és ilyesmi, de hát most már gyakorlatilag mind, és akkor tehát régen, abból lehet látni, hogy Orbán már ismert, hogy régen azt nem engedték, hogy a címbe annyi, azt írjam, hogy Orbán, hanem a magyar miniszterelnök, és most elég, hogy Orbán van a címben. Szerintem ez azért elég sokat mond, hogy és akkor lehetne azt mondani, hogyha Magyarországnak olyan politikai elitje van, aki mondjuk a kokainforgalomba egy jelentős részt kihasít a európai piacon, akkor ez az, hogy jön ide, akik tényleg mind rendre homofóbok, akkor ebből még több hírt lehetne kreálni. Tehát ha ebbe az irányba nyomodna az elit, akkor neked még több munkád lenne, még érdekesebb. A szerkesztőség nevében szeretném leszögezni, hogy ez fikciós felvetés volt az Ági részéről. És Dajos Tamásnak ez semmi, de semmi között, csak annyi, hogy ő szerepelt már az árnyékban. Ez a közös pont. Jó, nem tudom, hogy van-e még... És hogy abban az adásban se volt ott a Pali, csak azt elmondanám, hogy ez is egy közös pont volt. Ja. Maradt-e még bennetek valami? Dél-Amerikával. Hogy a Marcel mit lát, hogy mi a kimenetele ezeknek a latin-amerikai országoknak, akik nehéz helyzetbe kerülnek, hogy azt mondod, hogy vannak olyan spirálok, amiből nincs kiút, hogy te mire gondolsz, hogy mi fog történni a társadalommal? Tehát, hogy ez most egy átmenetileg egy pár évig ez lehet, hogy nyugalom lesz, de hát, hogy szerintem, hát amiről beszéltünk az elején, hogy 63 ezer bandatagot összezársz, akkor abból egy olyan hálózat lesz országosan, amik, hogyha egyszer kijön, akkor leuralja az egész országot egy pillanat alatt. Vannak országok, amit Costa Ricát említettem, Chile tud elég jól működni, tehát vannak ellenpéldák, de hát azért Latin-Amerika még mindig nagyon nagyban függ attól, hogy éppen az náluk termelt vagy előállított termékek hogyan lehet eladni a világban. És most a kínaiak nagyon nyomulnak Latin-Amerikában, tehát ez egy új fejezet. Ez ott is. Nem csak ott. És ez most kezdődik, tehát hogy szerintem ez is nehezíti majd a jövőben, hogy valami fajta nyugati. De lehet, hogy reménykedni kell egy új gyarmatosításba, ami most Kínával például simán megvalósult, és akkor helyreáll a rend, hiszen... Ja, lesz gazda. Lesz egy gazda test. Spanyol gyarmatbirodalomként rendült Latin-Amerikában, azt készen is van, és akkor a következő függetlenség a még 600 év, amíg a kínaiak alól felszabadul minden ország, akkor kezdődik előről, de akkor már a te jelentéseidből és egyebekből, szakirodalomból és szépirodalomból lehet látni majd a mi lesz, és akkor újra... Te is, Marta, ha visszafordítjuk ezt a dolgot, akkor az a mondás, amit szoktak mondani Magyarország latin-amerikanizálódásáról, az mennyiben állja meg a helyét, vagy az milyen jóslatokat generál a fejedben? Jó, az ettől felelszőr a hátamon először is, mert hogy bár Magyarország olyan lenne, mint egy-két latin-amerikai ország, tehát hogy mondjuk Uruguay, amit az előbb mondtam, vagy akár Chile, vagy tehát az a politika is váltó gazdaságok, vagy mit tudom, ami egy-két országban van, meg a sajtó, meg ilyen. Értem a kérdést. Hát figyelj, nem tudom. Tehát, hogy vannak
van egy-két. Én az utóbbi időben egy dolgot figyelek elég nagy aggodalommal, és ez a fegyverkezés most. És én nagyon félek attól, hogy elindul az ország egy ilyen militarizációs örvényben, és az nem jó, az nagyon nem oké. De hát ez, erre jó, hogy itt van az EU, tehát hogy azt gondolom, hogy amíg Magyarország EU tagadik, ez is... Valami ezt ide kordába lehet tartani. Addig jó, hogy kell, Dáril. Ja. Igen. Én amúgy Argentinát a sajnálom, hogy az így beszakadt. Ezt az argentinok is majd már sajnálják. Marára. Nem, csak hogy itt van egyáltalán. Hogy... Ez olyan aranyos, hogy ott ülsz kis sportmoszi otthonodba, és elmorzsolsz egy könycseppet Argentináért. Azt azért úgy sajnálod, hogy úgy beszakadt nekik. Igen, most egyik ügyfelem pont ott dolgozik. De angol zászló alatt. És neki ott van esélyük egyáltalán, vagy ez hogy érzed te, mert innen kívülről én azt úgy látom, hogy ez a Venezuela és Argentína az én életemben az már nem fog. Szerintem Argentina, mind a kettőnek lenne, hogyha képesek lennek elitet váltani, ugye, és akkor megint csak az elitváltás. Tehát, hogy Venezuela nagyon, tehát a Venezuela is elképesztő kőolaj készleten ül, tehát, hogy tökéletes dolga lenne. Argentina meg olyan mezőgazdaság, tehát azt tudjátok, gondolom, hogy nem tudom, utána néztetek-e vagy ilyesmi, de ott így a másik világháború környékén Argentina világ egyik leggazdagabb országa volt, hogy befelé. Tehát, hogy adva vannak a körülmények, csak hát mondom, ez a... Egy argentin barátom mondta, hogy elmegyünk szavazni, és akkor a 5 peronista párt közül választjuk az egyiket, és ez az örök átok Argentinában, hogy nem tudnak elszakadni ettől a peroni hagyománytól, és kész, és ez. Hát, igen. Akkor... Na hát akkor visszacsatolhatunk az egyszerű Fidesz szavazóhoz, mert ők is ebben az elitváltásban gondolkodnak, hogy azt gondolták, hogy ez volt az ország átka. Ha ettől megszabadulunk már, mint a Komcsiktól, akkor lásd peron, akkor eljön a Kánaán, nem? Nem ez a párhuzama? Nem tudom, hát lehet, hogyha ezzel azt mondod, hogy valójában az se segít, akkor lehet, hogy igazad van, igen. Hát, én azt a múltkori adásban beszéltük, hogy a statisztikai, gazdaságstatisztikai számok alapján Kelet-Európa hajszálpontosan rajzolódik ki a térképen Kelet-Európának lenni, függetlenül minden rendszerváltástól. Tehát, hogy van valami olyan determinalizmusa, olyan eleve rendeltetése, nem is tudom micsodája, hogy nem hát akar. Azért már Lengyelország már kezd kilépni ebből a körvonalból elég rendesen. Csehország már kilépett, tehát még itt azért itt négyen küzdünk. Igen, de az észtek meg az izék, tehát a Baltikum az tökre nem, minden jól indulás ellenére. Tehát valahogy... És úgy nézett ki, hogy kilép, és mégsem tudod. Szlovénia, dettó ugyanez, igen. Hát azért szeretnénk utolérni Szlovéniát. Jogos. Tehát, de ahhoz képest, tehát... Tehát lassan utolérjük Bulgáriát, tehát most már az van, hogy nem Ausztriát érjük utol, hanem Bulgáriát. És közben a másik oldalról meg akármi történik, Svájc, ez meg Svájc. Na de ott nagyon sok a fegyver, ezt tudod, ezt mindig elmondom, hogy ott van rohadt sok fegyver. Tudom. Nagyon-nagyon erős hadsereggel, azt szeretné Svájcban. Hol? Tehát nem véletlenül ők ülnek, és rengeteg rabolt kincs, és sok disznóság, meg minden, szóval nem akarsz te kerti persze, törpéket, persze, inkább nem megtanulsz majd kínaiul. Nem. Nem, én inkább fölülök a kis buszra, az kijöttem Angliába. Az. Jó, nem tudom, hogy még kérdés. Marad bennetek valami? Rengeteg kérdés, de erre most nem lesz idő. De a Marcell jöhetne még. Jó, és akkor hát, ha lehetne újra és újra. Köszönjük szépen. Jó. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük szépen, Marcell. Sziasztok. Sziasztok.